Itt a Bartók Béla téren járt szerencsétlenül az a nő és társai, akire volt párja támadt rá január 16-án hajnalban. A rendőrök súlyos testi sértés büntet kísérlete és más bűncselekmény miatt hallgatták ki a bántalmazott gyanúsítottként, és őrizetbe vették. A 24 éves székesfehérvári férfi volt barátnőjére és annak társaságában lévő két másik férfira támadt, akiket ököllel többször bántalmazott, illetve meg is rúgott. A sértettek ennek következtében megsérültek. Munkatársaim az elkövetőt a helyszínen elfogták és a rendőrségre előállították, ahol súlyos testi sértés büntet kísérlet és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ezt követően a székesfehérvári járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását egyrészt a bűnismétlés veszélye miatt, másrészt mert fennáll a lehetősége, hogy veszélyeztetné a bizonyítást. Az egyik bántalmazott férfi az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. A székesfehérvári járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Jelenleg a sértettek sérülései gyógytartalmának meghatározása igazságügyi orvosszakértő bevonásával zajlik. Természetesen ezen adat beszerzését követően a megalapozott gyanútárgyát képező cselekmények minősítése változhat, súlyosbodhat. A letartóztatás elrendelésére bűnismétlés veszélye, illetőleg bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt került sor. A bíróság döntése ellen a gyanúsított és védője bűnügyi felügyelet elrendeléséért fellebbezett.